30 éves kürtös karrierje során Dwayne Duggar az ország számos zenekarában játszott. 2015-ben azonban iszonyatos fájdalom kezdte gyötörni az állkapcsában. Mintha valaki két hegyes jégcsapot így keresztül szúrt volna rajtam. Rájött, hogy ízületi diszfunkciója van. Ez a halálcsókja egy kürtös számára. Nem tudtam mozgatni az állkapcsom, minden csak úgy lefagyott. Nem nézett ki valami jól. Dwayne számos orvost és specialistát felkeresett, hogy enyhülést, illetve megoldást találjon. Dr. Kane is kezelte. Általában úgy vizsgáljuk meg az állkapcsot, hogy hány ujjat tudunk beletenni. Egy átlagos állkapocsba 3 ujj fér bele. Ő sokszor csak 1 vagy 2 ujjnyira tudta kinyitni a száját. Úgy tűnt előbb-utóbb fel kell adnia a kürtölést. De én ezt nem tudtam elfogadni, szerintem az egóm miatt. Úgy gondoltam, megoldom majd ezt is egyedül. Sikeres zenész vagyok, mindent meg tudok oldani. Dwayneért imádkozott felesége, hitte, hogy Isten képes meggyógyítani őt. Tudtam, hogy Isten uralja a helyzetet, minden rendben lesz, akármilyen irányt is vesz az életünk. Nem tudtam, kihez forduljak, mit tegyek. Tudtam, hogy Isten gyógyít, de nem adtam át magam teljesen. A következő 4 évben fájdalomban, gyógyszerekkel, szteroidokkal és rehabilitációval élt, de eljött az a pont, hogy az állkapcsában lévő fájdalom túl sok lett. Nem tudta kinyitni a száját, hogy ételt vegyen magához. Minden orvosom azt mondta, neked annyi, nem tudunk segíteni. Majd Dwayne karrierje is véget ért. Az orvosom azt mondta, hozzam be a rokkantsági papírokat és aláírja. Teljesen pánikba estem. Mihez fogok kezdeni? Van egy gyönyörű feleségem, gyönyörű gyerekeim. Hogyan fogok róluk gondot viselni? Rádöbbent, hogy imádkoznia kell, és Istenben bíznia. Azt mondtam, Uram, nem megy. Nem bírom tovább. Mindig mindent egyedül akartam intézni, de nem vagyok elég. Csak te tudsz segíteni. Úgy éreztem, azt válaszolja, alászkodj meg előttem, és gondoskodom rólad. Abba kell hagynod az egyedül próbálkozást. Hallottam a hangját, amint azt mondja, bíz bennem. Úgy döntött, 6 hónapos szabadságra megy, és Istent keresi. Eközben a gyülekezetben elkezdtek imádkozni érte. Elkaptak az emberek a bejáratnál. Dwayne, imádkozok az állkapcsodért. Megengedett, hogy rád tegyem a kezem? A gyülekezet összefogott és nagy támogatást nyújtott. Azt mondták, mellettünk állnak mindvégig. Csodálatos volt. Egy nap a gyülekezeti ima után Dwayne változást tapasztalt. Nem vettem be semmilyen gyógyszer, de újra tudom mozgatni az állkapcsom. Döbbenetes. Az ezt követő néhány hétben állkapcsa folyamatosan erősödött. Azt tehettem, amit csak akartam. Egyre jobban és jobban és jobban lett. Utolsó testként Dwayne megpróbált játszani a kürtjén. 2 hónappal azután, hogy lerakta. Féltem, nem tudtam, mire számítsak. Amikor először felvettem és játszottam rajta, rögtön tudtam, hogy wow! Néhány hónappal később újra teljes idejű zenészként játszott a zenekarban. Visszatért teljes kapacitással. Mintha mi sem történt volna. Ez egy megmagyarázhatatlan jelenség volt, ezért tartjuk csodás gyógyulásnak. Dwayne ma a Cincinnati Szimfonikus zenekarban játszik. Nem hiszem, hogy az emberek tudatában vannak az ima erejének. Ha nem, akkor itt az ideje, csak egy kis időt kell szakítani rá. Sokszor futok össze úgy a munkatársaimmal, hogy csak annyit mondanak, hűha, nem gondoltam, hogy így helyreállsz. Isten mindent helyreállított. Mindent.